Balaiti Marian író lesz a vendégünk a következő percekben, aki olyan történetek írásába kezdett, amikben a koronavírus járvány is megjelenik. Ezek a mesék segítenek a kicsiknek a feszültségoldásban. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az ön tapasztalatai szerint a gyermekek életében hogyan csapódott le a tavaszi járvány időszak, aztán most ugye újra elkezdődött ősszel a második hullám, nyilván nagyon sok feszültség generálódik bennük. Hogyan jelentkezik ez a hétköznapokban? Köszönöm szépen én is a meghívást. Ez nagyon durván jelentkezett náluk, tehát a szülők nem is vették észre az első hullámnál, ugye, mikor bejött az első sok, kapták az információkat, ugye a gyerekek ezeket beszívták, hallották, informálódtak, ugyan nem teljes egészen, és nem úgy, ahogy nekik kellett volna, de hát hallották a szülőktől, és feszültség keletkezett bennük. Eleve maga a halál az elmúlásnak, ugye, hallják ezt a hírt, nem tudják hova tenni. Ha még főleg, ha addig egy gyerek mondjuk nem találkozott a családban ezzel a dologgal, akkor nem fogja tudni hova tenni, hogy mi történt azzal az emberrel, mik azok a nagy számok. És ugye mi azt tapasztaltuk a vírusnak az első hullámában, hogy a gyerekek feszültek voltak, ugye volt egy testcsoportunk, ahol a könyveinket néztük, hogy hogyan tetszik nekik, hogy reagálnak, és ott nem tudtunk a gyerekekkel haladni. Tehát szinte egy robbanásszerűen egyik hétről a másik hétre teljesen kifordultak önmagukból, tehát muszáj volt lépni valamit ezzel kapcsolatban. Tehát akkor adta magát, hogy ezt kell mesébe átültetni, ezt a kérdést kört, nevezetesen ugye a koronavírus megjelenését. Igen, tehát én ugye a mesék erejében hiszek. Tehát a mesepszichológia az a gyerekek lelkéhez egy nagyon közel álló feldolgozási folyamat. Tehát, hogyha ér egy trauma egy gyereket, akkor a mesével gyönyörűen ki tudjuk nyitni, meg tudjuk a helyes utat mutatni neki, anélkül, hogy mi azt mondanánk, hogy kicsim, ezt csináld, vagy ezt gondold, ugye ő magának talál rá erre az útra. Tehát adott volt, hogy egy koronavírusnál eleve, mivel meséket írok, akkor ugye egy koronavírusnál az ők is információ szintjükre levinni, tehát nem adatokat közlök, nem azt mondom, hogy ez történik ebbe az országban, az történik abban az országban, hanem egy mesebeli erdőbe vittük el ezt az egész történetet, kis nyuszi családról szól, hogy hozzájuk is bekerül egy vírus, és hogy akkor most hogyan birkúznak meg ezzel, mit éreznek a nyuszikák, hogyan tudják ezt feloldani, mi változik a családi életükben. Milyen volt ezeknek a meséknek a fogadtatása? Kitörő siker, tehát nagyon sok kedves levelet, rajzot kaptam a gyerekektől, tehát lerajzolták a nyuszi családot, a gyerekek lerajzolták azokat a szereplőket, történeteket, tehát ő felőlük is jött egy visszajelzés, hogy nagyon megszerették, illetve hát a szülők részéről volt egy visszajelzés, hogy de jó, hogy nem nekik kell kitalálni, hogy hogyan mondják el otthon a gyereknek, hanem ugye együtt meghallgatták, és utána már egy beszélgetés indító volt, hogy ú, igen, és akkor erről szeretnék anya többet tudni. Ezt szerinted, anya, így van, úgy lesz, hogy lesz, anya? Tehát eleve elindult köztük egy kommunikáció, és már értették azt a szülők, hogy nem kell adat. Nem kell ilyen kemény információ a gyerekeknek, hanem egy kicsit úgy mesébe beültetve, és ezt nagyon szerették. Tehát már most a második hullámnál ők kérték, hogy segítsünk. És miben kérték a segítséget egészen konkrétan? Ha jól tudom, akkor féltették a télapót is, hogy egyáltalán jön-e idén. Igen, hát azért, ha belegondolunk, hogy éppen kijárási tilalom idején jön a télapó, hát az egy elég összetett dolog, tehát akkor most jöhet a télapó, nem jöhet a télapó, neki van kijárási tilalom, nincs, mégis mi történik, és hát sok gyerek feltette a szülőknek ezt a kérdést, amire ugye azt mondták a szülők, hogy jönni fog. De így nem tudták, nem nyugodott meg a gyerekek lelke, és akkor jöttek a megkeresések, hogy segítsünk, kicsit próbáljuk már meg mesébe rakni ezt a télapús történetet most, tehát ugye a mostani helyzetben, illetve a karácsonynál, hogy nem lehetnek együtt a nagyszülőkkel. Van olyan család, aki már most előre ettől fél, hogy fogja venni a gyerek azt, hogy most nem látjuk a nagymamát, nem látjuk a nagypapát, és erre írtunk két mesét, ami kifejezetten ugye Mikulás, illetve koronavírus mesék a karácsonnyal kapcsolatban. Mennyire gyakori egyébként, hogy ilyen specifikus dologról kell mesét írni, vagy egy kérdéskört körül kell járni, mert mint hogy ami napi szinten ott van az életünkben aktualitásként? Hát nekem nagyon, tehát én azért a gyerekekre lebontva nézem mindig,
egyrészt ők átmennek azokon a folyamatokon, amin mi is átmentünk, amikor kicsik voltunk, csak esetleg már nem emlékszünk rá, tehát azokat is körbe szoktuk járni, illetve azért itt gondolni kell olyanokra, mint most is, de általánosságban is az elmúlás, ugye a gyászfeldolgozó mesék, a betegségkezelő mesék, tehát hogy hogyan kezeljük ezeket. Tehát ezek olyan általános érvényű mesék, amiket egyébként specifikusan kell körbejárni, hogy kifejezetten arról szól, hogy gyógyul meg, hogy erősíti magát, miért kell türelemmel lenni, hogy fogadjuk az elmúlást, ugye ez is az élet része sajnos. Tehát hogy ezek azért specifikus mesék. Azt hogyan lehet szondázni, lehet, hogy éppen mi foglalkoztatja a gyerekeket, és változott-e az a mód, ahogy meg kell őket szólítani, minden zizek körülöttük, rengeteg információt kapnak okostelefonokról, tabletekről, tévéből. Tehát mit mondaná erre, hogy amikor elkezdett mesékkel foglalkozni, ahhoz képest változott-e az a mód, ahogy a gyerekekhez szólni kell? Mindenféleképp változott, ugye pont azért, hogy egyébként említette, hogy most már minden mozog körülöttünk, olyan interaktív életet élünk, és olyan felgyorsult világban, sajnos a szülőknek sem mindig van idejük mesét olvasni, ami ugye nagy probléma, tehát kellene. A gyerekeknek sem elegendő ma már az, hogy egyetlen képet nézek, illetve hát a koronavírus meséknél elegendő volt, mert ez egy nagyon-nagyon aktív téma volt, hogy most rögtön kellett rá reagálni, de már nem elég nekik. Viszont le kell lassítani őket. Tehát tudni kell, hogy a gyerekeknek kell az a lassúság, ami még az én gyerekkoromban is megvolt, tehát lassabb képmozgás, ne rohanjunk, nem kell a kis fejének ez az őrült tempó, tehát le kell lassítani ezeket a dolgokat, illetve más problémákkal néznek szembe, azért ezt valljuk be. Tehát nem volt okos eszköz annak idén, nem is készült róla mese, mivel hogy nem is létezett az én gyerekkoromban. Most már kell olyan mese, hogy igenis azt miért kellett tenni. Tehát most már azért változtak az igények, változott ezáltal a hozzájuk fűzött kommunikációnk is, hogy hogyan reagálunk, hogyan írunk egy mesét meg. Itt a stúdióban is már többször beszéltünk arról, de érdekelne az ön véleménye, hogy miért fontos a mese, miért meséljünk. Ó, hát erről napestig tudnék mesélni. Egyrészt érzelmi intelligencia fejlesztő, tehát hogyha csak azt az elsőt veszem ki, ugye probléma megoldó képessége attól fog fejlődni, kitartása lesz az életben, tehát hogy eleve az érzelmi intelligenciája fejlődik, szókincset fog fejleszteni. Ugye nem csak egy írótól olvasunk általában mesét, hanem 3, 4, 5, 6, plusz még esetleg anyukák, apukák a fejükből is mondanak mesét, tehát ott a szókincs hatalmas fejlődésnek indul. És ne felejtsük el, hogy minőségi időt töltünk a gyerekkel. Tehát egy meseolvasás minőségi idő, és emellett egyébként egy szülő-gyerek kapcsolatot építő dolog, amit nem 14 évesen kell majd elkezdeni, hogy miért nem mondtad el, hogy hol jártál, hanem a mese végén, hogy tetszett ez a mese. A gyerek megtanulja, hogy elmondhatom, megtanulja a meséből, hogy lehetek dühös, mert ez egy jogos érzés, és anya erre meg apa azt reagálja, hogy igen, lehetsz dühös, drágám, a mesébe is dühös volt ő, csak nem így csináljuk, hanem így csináljuk. És a gyerek ezzel megalapozza azt, hogy 10 éves koromban mondjuk nyitottabban mondtam el a szüleimnek, ha problémám van. Fejből meséljünk, vagy könyvből? Mindkettő. Ha a gyereknek van olyan problémája, amit tudok, hogy mondjuk érte valamilyen kudarcélmény, kicsúfolták, bántották, valami nem sikerült neki, bármi, amit én tudok, akkor arról érdemes egy picike rövid mesét mondani. Itt mindig a szülők azt hiszik, hogy csivéres, csavaros mesét kell mondani. Nem. Tehát akár még azt is megtehetem, hogy azt mondom, hogy én, amikor kislány voltam, képzeld el velem, az történt, hogy, és mesélek az életemből. Ez egyébként maga annak is jót tesz, hogy a gyökereit a gyerek megismeri, de ha nincs ilyen történetem mondjuk a zsebembe, vagy nem emlékszem, akkor egy kis állatmesébe, egy kis tündérmesébe beiktatom, rövidet, nem kell hosszút, és elmondok egy fejemből egy olyan történetet, amivel azt mutatom neki, hogy tudja megoldani az adott szituációt. Tehát ezért jó ugye fejből mesélni, viszont könyvből meg azért érdemes, mert ugye ahány író, annyi szókincs. Tehát én arra is sarkalnám a szülőket, hogy nyugodtan minél több írót úgymond kóstoljanak meg, nézzék, hogy a gyerek mire, hogy reagál. Ugye ahogy nő a gyerek, egyre több és több fog jönni, tehát a kiskorban azért kevesebb mese van sajnos, de ahogy nő a gyerek, egyre több író fog bejönni, hagy találja meg a saját stílusát ezáltal. Nyilván nincs általános recept meg válasz erre a kérdésre, de mikortól meséljünk? Egy évesen, mert érdemes elkezdeni? Amikor a pocakban van.
Már a pocakba, tehát ma már kimutatott kutatási eredmények vannak arra, hogy hallja, érzi, ugye anyukának az érzéseit érzi a baba, de egyébként apukát is érzi, tehát apukához is kötődik, tehát már akkor érdemes egyébként, ha nem is azt mondom, hogy hosszú meséket, de érdemes egy kis mesét, vagy legalább elmesélni azt, hogy mi történt aznap. Voltunk ma vizsgálaton, holnap megyünk ilyen vizsgálatra, tehát már pocakos állapotban az anyuka nyugodtan mese jelleggel elmondhat információkat a napról, és ahogy megszületik a baba, egészen újszülött korától hallhat mesét, értelemszerűen mindig annak megfelelően, amilyen lélektani fejlődésben van. Lesz-e folytatása a koronavírus meséknek? Nagyon rosszul hangzik ez, hogy koronavírus mese, így kimondva, de igen. Lesz-e folytatás? A szülők igénylik. Tehát már most kaptunk leveleket, ugye az iskola bezárások, hát megint csak nem tudjuk, hogy mi lesz a közeljövőben, és ebből kifolyólag kérték, ha olyan problémával állunk szembe, akár egy vakcina behozatal, bármi, akkor mindenféleképp írni fogunk, és segíteni fogunk a gyerekeknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is.